Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A múlt héten három olyan esemény történt, amely egyértelműen rámutat, rávilágít a Fidesz torz gazdaság és társadalom politikájára, tulajdonképpen feltárja azokat a területeket, amelyek egyértelműen a Fidesz kormányzat kudarcára utalnak. Szerintem másról van szó, azokra a területekre világít rá, mint az oktatás, az egészségügy és a klímaváltozás, amely egyértelműen nem fontos a Fidesz számára. Hallottuk államtitkár urat, hogy számukra fontosak a gyermekek és a családok, be kell látni, hogy a saját gyermekeit és a saját családjuk önök számára rendkívül fontosak. De mi volt ez a három esemény? Pénteken Budapesten és az ország nagyobb városaiban több ezer fiatal vonult az utcára. Felhívták a figyelmet a klímavészhelyzetre, a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságára, és azonnali cselekvésre szólították fel nem csak a magyar, hanem a világ összes kormányát. Szombati napon pedagógusok ezrei vonultak az utcára, a köznevelési rendszer problémáira hívták fel a figyelmet, magasabb bért követeltek, kiszámítható életpályát, óraszámcsökkentést és a rugalmas iskola kezdés lehetőségének visszaállítását, amelyről képviselőtársam is beszélt. És ugyanezen a napon pedig az egészségügyi ágazat egyik szakmai érdekképviseleti szervének, a Magyar Orvosi Kamarának a közgyűlésén mondták ki az orvosok, hogy elég volt az egészségügy fideszes rombolásából. 16 év után elsöprő fölénnyel olyan vezetést választottak Kincses Gyula vezetésével, akik orvosnak és betegnek egyaránt jobb egészségügyet kínálnak, és azért harcolnak, ahogy Kincses fogalmazott, tisztességet, betegbarát, hála pénzmentes egészségügyet szeretnének. Nos, mi is. Az MSZP nevében ezúton gratulálok a Magyar Orvosi Kamarának a döntéshez, Kincses Gyula elnök úrnak, és kívánok erőt és sikereket, és együttműködést ajánlok. Tisztelt képviselőtársaim, és erre a három eseményre mi volt a Fidesz válasza? Hogy a klímatüntetés résztvevői csak hisztiznek. Kövér László elnök úr róluk azt mondta, hogy agymosodtak, akik szerint ma a klímaváltozás a legfontosabb ügy a világban, retardáltak, akik amúgy sem akarnak iskolába járni, és a tüntetés jó alkalom az iskolából való lógásra. A pedagógus tüntetés pedig a Fidesz szerint nem a pedagógusok, nem a tanulók és nem a szülők érdekeiről szól, hanem az csak egy ellenzéki megmozdulás, amelyet valami rejtélyes, ismeretlen hálózat finanszíroz azért, hogy végső soron elveszítse Magyarországot. Képviselőtársaim, nehéz szavakat találni ezekre a reakciókra, csúnyát pedig mégsem akarok mondani. Pedig nem olyan bonyolult. Arról van szó, hogy az emberek rájöttek, hogyha együtt, közösen kiállnak az érdekeikért, eredményt érhetnek el. A Fidesz pedig semmit nem tanult október 13-ából, semmit sem értenek a mai világból. Tisztelt képviselőtársaim, október 13-án rengeteg város és nagyváros szabadult ki a Fidesz fogságából, mert az emberek úgy döntöttek, hogy elég volt a Fidesz hatalmából. Ezeken a településeken élnünk kell a belénk vetett bizalommal, és élni is fogunk vele. Egy teljesen más hatalom és államfelfogás, szociális modellt kell bemutatnunk. Megtehetjük az első lépést az esélyteremtő állam felé. Mert meggyőződésem, hogy Magyarországon esélyteremtő államra van szükség. A szegénység, az egyenlőtlenségek növekedése és a lecsúszás veszélye kritikus szintet ért el. Valódi esély pedig akkor lesz, ha korszerű oktatást, magas szintű egészségügyi ellátást és szociális biztonságot teremtünk mindenki számára. Pontosan tudjuk, hogy a hatalomtól anyagi függőségben lévők nem képesek megvédeni a demokráciát. A szabad településeken ezeken a problémákon már lehet segíteni. Ezeken a településeken érdemi lépéseket lehet tenni a klímavédelmében, az épületek korszerűsítésével, a közösségi közlekedés átalakításával. Ezeken a településeken nem presztízsberuházásokra mennek majd el a források, hanem az emberek egészségébe, a gyermekeink oktatásába fogunk pénzt fektetni. Azok a gyerekek, akik most kezdik az iskolát, 2030 körül keresnek majd munkát, és sok-sok évtizeden keresztül dolgoznak majd. A tudomány és a technológiai fejlődés ütemét tekintve hatalmas változások jönnek.
Lassan a fideszes képviselőtársaimnak is be kéne látni, hogy a politikusoknak nem az iskolában, hanem az iskolával van dolguk. Nem fényképezkedni kellene az iskolába, novodába járni kampány idején, hanem megteremteni azokat a feltételeket, amelyek gyermekeink számára biztosítják a 21. századi tudást. És hiába a Szájzár törvény, a sötétségkora véget ért. Tavasz, a télután jön a tavasz, 22-ben szabad Magyarország. Köszönöm szépen.